valami kurvára örülök. Valami elkezdett itt pattogni. Így nem. Így nem. Így nem hallom, csak ha ráállok. Mi lehet? Jöttünk pár kilométert, aztán már technika. Majdnem sikerült rálépni a kamerára, de még időben kioldottam. Így pattog, csak ha terhelem. Kéne húzni ezt, de szerintem nem az a baj, de ahhoz minden kulcsot ki kell szedni, minden szart a hátuljából, úgyhogy bitangmód örülök. Már úgy kezdődött ez a nap, ugye, hogy el kell tenni Kaposvárra bringáért, addig elmesélem. És 5-kor fölkeltem, vagy 6-kor, inkább 6, elindultam a bringáért, és mit találtam? Egy defektes bringát otthon, és nem volt benne szög, nem volt benne tüske, nem volt benne felütés, nem volt benne semmi, hanem a Maxxis Ultralight egyszerűen enged, szóval egy fos. Azon most húztam. Reméljük elmúlik, és ez volt az. Hát itt nyomaték kulcsom nincs. Na, de bele se tudom dugni ezt a fos kulcsot, az a para. Na, azért. Nem tudom, mennyire kell ezt húzni. 12. Az ilyen, nem a 12. Megpusztottam mind a kettő. Minden esetre, ha változik a pötyögés, akkor ez okozza. Akkor valahogy egy nagyobb kulcsa is meg kéne húzni. Ezzel húztunk. Szóval ki kellett cserélni a gumit. De akkor már mind a két kerékem, mert mind a kettőn ultralight volt. Csak nem indulok el olyan gumival, ami gyári hibáztával úgy érezte, hogy nem volt defektes. Megnéztem vízben, és egy helyen szépen ereszt a Maxxis. Vissza kellett tenni mind a két kerékbe a belsőt. De miután visszaértem, a szétbombázott 67-esen akkor meg nem volt meg egy kulcs, most meg elkezdődött ez a pattogás, és már nem mondtak esőt, se semmit, se napos idő, de napos idő van. Erre azok a felhők ott elkezdtek keletkezni. 11-kor indultam, most fogalmam nincs, mennyi, 27 percet tekertem. Hát most menjünk tovább, aztán ha nagyon pattog, akkor visszafordulunk. Ez van, mit tudok mit csinálni. Szerű.
ez a...
hát ez nagy menet lesz. Jöleg, hogy aggaszt ez a ropogás. Tihany már elég messze van. Úgyhogy, ha csak a keleti medencét csinálom, akkor is ott körbe kell tekerni, és ott azt a hosszút, és még azt, meg azt, meg azt. És csak azután jön el Tihany, ahol átvisz a Réb, ha kell. És még onnét jó sokat kell tekerni. Ez a könnyebbik út. Aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle. Sokára odaérek a csaphoz. Vagy nem, de az egyik is. Van itt egy csapnak. Olyan meleg, mint a múlt hét csütörtökön, Balaton körön. A múlt hét csütörtökön, amikor már körbe mentem, akkor beigazolódott az, amit terveztem, hogy a legmelegebb napon, az év legmelegebb napján csináljam, meg sikerült. Azaz, és ott a víz, mert bizony az egyik kulacs full üres.
ez a belső útrész, ez egész tűrhető.
Balaton jobb oldalánál megvan az a kis, picike kis nyúlvány. Hát ez az. Itt Füsszőnél. Fűzhő. Vissza is fordultam, hogy ezt megmutassam. Remélem nem takarok el, mert az egyik kötésem még be van akasztva. Kíváncsi vagyok most, hogy bírja a kamera. Elattam a Füsszőt. Torgunk a tihany almány. Szerintem nekem a tihany kéne. Ugye? Akkor menjünk erre. A nyúlvány mellett. Erre nincsenek szerencsére olyan mérges felhők, de pattogás meg van. Ez valószínű pressfit középcsapágy lesz, mert a hajtókar meghúzása semmit nem változtatott rajta, és bal láb felső holdpontba előre toláskor jön. Na most jutottam át az északi partra. Csak Isten, milyen szarút van itt. Ugye itt szoktam elborulni aztán ki, mert ugye nem tiltja semmi ott. De ez azért gyönyörű szép. Na nem a fejem, az ott. A keleti medence. Na most ha nem a kamerával cseszekszek, olyan dözsabú érzésem van, akkor ki tudtam volna menni. El is teszem. Szép, de azért meg kell kerülni a Balatont, szóval nem azért jöttem el, hogy itt
össze vízgessek. Azért ahhoz képest elég sokszor megálltam már valami miatt, ami hú de jó néz ki. De hajtsuk meg. Alsó Őrs, és itt tök jó az út itt bent, szóval itt lehet használni a kerékpárutat. Ilyen kerékpárutat körbe, akkor minden héten megkerülném a Balaton. Valószínűleg.
török átok.
megy ez még? Ott van szemben a Kőröshegyi Völgyhíd. Mondom, mik azok a vitorlák? Hát az a Kőröshegyi Völgyhíd. De még csak hajtsuk meg. Ugye Tihanynak a túloldala. Múlt hét csütörtökön a túloldalról kerültem meg ezeket a lovakat. Írja az aksi. Jó spóroltam a déli parton. Hát akkor Tihanyt elhagytuk. Ilyen örvényes. A seggen fáj. Ez törvényes.
úton rendes. Én is az akartam lenni, mondom, bemegyek a kerékpárútra. Ugyan nem tiltja semmi, mert ugye kereszteződés, és mutatja a táblát, csak sima főút, vagy ott is sima főút, vagy traktorral tilos, de ott az a kerékpárút, úgyhogy hajtsuk meg mindjárt Badacson. Marad a főút.
az előbb még bal oldalinak, szóval azért ez egy szép szögletes hegy, amiről nézzük. Minden oldala ugyanolyan, ez a Cserben. Az ott meg már a Szigligeti vár, jó távol. Ez is egy szép rész. Jön a dízelmozdony, ezt most már fölveszem. Ezen az oldalon még nincs vasút korszerűsítés. De főleg ha mozdony nézitek, ez nagyon nem korszerű. A retro Balaton ez az oldal. Hát a kicsivel túl a felén a sekkem az már szétszakad ebbe a Optimum piros betétes gatyában. Hát a Cube-nak az ülése nem az igazi. Ugye ez egy Cube, ez az aktai Prodig 2017. Lehet nem ilyen hosszú utakra tervezték, hogy Balatonkör egyben. A fák mögé fog bújni Vadacsony, úgyhogy majd valamikor a Szigliget környékén ismét elindítom a videót. És egy felhő van fölöttem, és nem süt a nap. Miért van ilyen hideg? És még egy garázs is hátba csipett, nagyon jó. Biztos hülyének néztek, de a Szigligeti várat láttam itt a múlt héten, azért jöttem most még egy kört. Ismét csütörtök, úgyhogy Balatonkör. Ott a Szigligeti, na, Sümegi. Majd kibújunk, talán még látszik, de lehet, hogy csak az egy pillanatban látszik ott az előbb, ahol elmentem arra. Nem tiszta van minden. Várjuk a pillanatot. Ez a Szigligeti hegy itt amúgy, ahol most vagyunk. Talán itt kilátni. Meg is állok, dobok egy sárgát. Hát nem, már nem látszik, mert ez a hegy eltakarja. Franc, essen bele. Na mindegy, akkor is látom. Szigligeti vár.
87-es kő, 71-esen. De mindig ott a 30-asnál gondolkodom, mi merre van. Az unalmas táj kezdődik. Hát ez van. Ez a 68-as, 80 km van még talán. Ez az unalmas lesz. Fájni fog. Hajtsuk meg. Na, elértünk a Balatonnak a nyugati csücskéhez. Nem basznak a suta kerékpárosok, akkor kicsit kerékpár utazunk. Már eléggé gyötrelmes, azt kell, hogy mondjam. Helyen pihenésre jó, hogyha valaki műanyag motorral jön, vagy ilyen, mi az, az a pedál nélküli egy éveseknek az arra jó, de hát kerékpára nem igaz lehet rajt közlekedni. Hát így pihengetni, eszegetni, pacalt elővenni, megenni kormányon arra jó, mert vesekövet nem lesz. Fantasztikus. Ez már Zala megye, a harmadik mi. Az egyik az Gerincen csipett Badacsony után. Ezt a kettőt ezt eltávolítottam időbe. Na, hajtsuk meg! De nincs is olyan messze fonyód. Kár, hogy itt körbe kell menni. Ugye nagy ez az öböl. A nyugati öböl. Hát szép, szép. A kicsit hulla vagyok, de a seggem az meg már, mint a páviánnak. Na mindegy, ez igen. Ez egy edzés. Ennek fájni kell, hát csak nem a seggemnek kéne fájni. Én már annak örülök, hogy a hátam meg a kezem bírja. Az erősödött. Mi van? Szék. Ez lehet a szép kilátó talán, vagy nem, nem tudom, csak tippelek megint. Főleg már 93-as kő. Azért haladunk valamennyire. De azért elteszem a kamerát, megint majd nem tudok kimenni idővel főútra, amikor muszáj lesz, mert tudom, hogy itt lesznek hiányosságok a az út burkolatot itt, na mindegy is. A lényeg az edzés. Hát igen, hát mennyi 10 napja volt vese kövem, szóval nekem ez most úgy jó, ez Balaton györök. De van szőlős györök, az ott a túloldalt keresztbe Boglár előtt, ez meg Balaton györök. Ide figyelj, györök, ez györök, Balaton györök. Szép. Itt milyen jó a kerékpárút. Biztos lesz buktatója, na, mert ez túl jó, hogy igaz legyen. Fonyód és Badacsony. Fonyód és Badacsony. Fonyód és Badacsony. Fonyód és Badacsony. Hát nem mentünk ott át hajóval, nem adtuk föl. Megcsináljuk. Egy hét alatt a második Balaton kört, még életemben negyediket. Ugye kettőt mentem Montival, azért ez kellemesebb így Montival, már a kerékpár után.
Thank you.
mindig elállítódik. Ez már fonyód, a seggem már megolvadt a vértől. Lehet, hogy be is nőtt.